Na sziasztok, Csámok és Elkezett egy újabb videó megint, ahogyan láthatjátok, megint telefonnal vagyok, még mindig a régivel, szóval mindig nem biztos, hogy jó lesz a minőség. Ebből kitalálhattátok, hogy bizony-bizony ma is egy magyar meccs vlogot láthattok. Ugye legutóbb ezt James csinálta, egészen pontosan két nappal ezelőtt, ami már három, mert vasárnap volt a Magyarország-Andorra mérkőzés. Mi most a Juhász Roland és Király Gábor által búcsúzó meccsnek ki és Svédország elleni meccsre megyünk. Két barátommal, Gergővel és Márkkal, mind a kettőjüket már láthattátok, ismerhetitek, és este a stadionban találkozunk. Igazából, miután egy tartalékosan svéd válogatott érkezett pár meghatározó játékossal, ezért bízom benne, hogy valami jó kis magyar győzelmet láthatunk sok új fiatallal, ugye két régi motorossal, akik biztos búcsúzók, most búcsúztatják el a meccs elején Vancák Vilmost és Hajnal Tamást is, ők azok, akik a mostani búcsúzók. Remélem, hogy egy jó mérkőzést láthatok, remélhetőleg most már fog tudni kapni egy gólt, mert a múltkor ezt mondták, hogy nem filmeztem gólt, nem tudom, hogy mikor lesz gól, remélhetőleg gól is lesz, és remélhetőleg nyerünk. Hajrá, magyarok! Szép volt. Hey,
Kedves nézők, 47 percen játék után volt az első fél idő. Áll az éjjel, soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépen, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre váltál. Még egy volt! Válogatom legényi Király Gáborról, Gyurász Rolandról, Hajnal Balázsról és Balcán Vilmosról van szó. Nekik köszöntjük meg azt a sokat, amit a magyar futballért tettek. Véget ért a mérkőzés, már hazafelé tartunk itt az új MTK stadionnál, mint láthatjátok. MTK fényekkel, itt már legalább rendes fényviszonyok vannak, itt tudok vlogolni. Kikaptunk 2-0-ra egy nagyon szerencsétlen szabadrugás góllal és egy szerintem elég nagy védelmi hibával. Ami pozitívum, hogy volt pár újonc, ami negatívum, hogy nem játszottak egyáltalán jól. De az egész csapat nem játszott jól, Stieber szerintem ma nagyon gyengére sikerült. Valamint, hát ez inkább ilyen felkészülési mérkőzés jelleggel volt tényleg az egész. Örülünk neki, hogy ez nem tétmérkőzés volt, mert nagyon gyenge volt a csapat. És hiszem egy elég unalmas mérkőzés sikeredett. 10-15 jó percünk, amit támadással töltöttünk, de ez ugye az egész meccsen. Nagyon sok rossz passz volt, de hát nagyjából ennyit tudok elmondani. Ennek ellenére remélem azért nektek tetszett ez a vlog. Nekem a mérkőzés most ez nagyon gyengére sikeredett. Majd legközelebb jobb lesz, és akkor... Valamint kis kiegészítés, ami kimaradt sajnos, hogy köszönjük szépen a sok szép emléket Király Gábornak és Juhász Rolandnak, a két búcsúzónak, akik most búcsúztak a válogatottságtól, jól tudom, 195 válogatottsággal, valamint köszönjük azonnak, akik nem játszottak, de mégis búcsúztak, ez Hajnal Tamás volt, ugye, és Vancák Vilmos, a két veteránunk, ők is nem sokára visszavonnak a klubfutballtól is. Oda sok sikert nekik, aztán pedig az életben remélhetőleg ők is edzők lesznek, jó edzők lesznek, mint Árdai Pali.
és remélhetőleg nekik is sok sikerük lesz az életben, és köszönjük szépen nekik mindent. Én búcsúzom, család voltam, hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, miért nem tetszett. Család voltam, sziasztok!